vár állott, most kőhalom. Mintha az újhelyi várról szólna a himnusz ezen sora. Valaha a Várhegyen állt a város erőssége, amelyet először az 1261-es kiváltságlevélben említenek Castrum-patak elnevezéssel. Sok királyunk megfordult benne, volt, hogy stratégiai szerepet játszott, majd a sok ostrom miatt romossá vált. Az újhelyi vár építés történetének kezdetei azok meglehetősen zavarosak, a történeti források nem egyértelműek. Ebben a kérdésben az biztosan tudjuk, hogy 1261-ből való a legelső említés egy olyan erősségnek, amit Sátorai újhely határában állt. Ezt latinul Castrum Sátorhegynek, vagyis Sátorhegyi várnak nevezi egy kiváltságlevél. Azonban sokáig vitatkoztak a történészek azon, hogy ez a vár hol állhatott. Egyes elméletek szerint ez a mai Sátorhegynek nevezett hegyen állt, ami egy meglehetősen hosszú és keskeny gerinc, más elméletek szerint pedig a Várhegyen állott. Voltak, akik az egyik elméletet képviselték, voltak, akik a másikok. Már a 19. században sokat vitáztak ezen a történészek. Végül is Décsi Mihály levéltári kutatásai hoztak új eredményeket ebben a kérdésben, aki 1966-ban írt egy jelentős tanulmányt, és ő volt az, aki rávilágított arra, hogy a Castrum patak vagy pataki vár az Árpád-korban az egyenlő volt az újhelyi várral, és a Sátorhegy keleti nyúlványán, a Várhegyen, ma is Várhegyként nevezett hegycsúcson állott. És hogy lehet ez, ezt mindenki felkapja a fejét, hogy miért nevezik az újhelyi várat pataki várnak. Erre az a magyarázat, hogy az tűnik elfogadhatónak, hogy a patak, a Castrum patak, illetve maga a patak kifejezés, ez nem a mai Sáros patakot jelentette, annak a határait, hanem egy sokkal nagyobb települési egység volt, egy tágabb territórium, ami beletartozott Újhely is, illetve ez a vár. Tehát így lehet ezt az ellentmondást feloldani a mai ismereteink szerint, de a régészeti feltárásnak az egyik célkitűzése éppen az, hogy tisztázza ezeket a kérdéseket, és választ adjon arra, hogy pontosabban mikor épülhetett ez a vár. Milyen jelentőségű volt a környék váraihoz viszonyítva? Kik voltak a vár legjelentősebb urai? Alapterületéből fakadóan is egy jelentős építmény volt ez az újhelyi vár. Tulajdonképpen a jelentőségéről keveset tudunk még, az biztos, hogy a pataki erdőispánság területén helyezkedett el, de úgy tudjuk a mostani adatok szerint, hogy nem ez volt a központja a pataki erdőispánságnak, de mindenképpen egyfajta igazgatási szerepet töltött be ez a vár, és a természetesen védelmi szerepe is volt. A legjelentősebb urai a Perényi és a Pálóczi család tagjai közül kerültek ki. Perényi Miklós, aki Szörényi bán is volt, a 14. század végén birtokolta a várat, majd Pálóczi Antal, aki a Mohácsi csatában elesett, ő is egy híres és ismert birtokosa volt az újhelyi várnak, majd az utolsó nagy alak, a történelem egyik legellenmondásosabb figurája, Perényi Péter birtokolta az újhelyi várat, és tulajdonképpen ő volt az utolsó gazdája, akkor szűnt meg, akkor tűnik el a szemünk elől az újhelyi vár, amikor felépíti a szomszédos Sárospataki várát Perényi Péter. Hogy miért lett a várból romhalmaz? Hát a magyar történelem vérzivataros századai a magyarázat rá tulajdonképpen. A 16. század első harmadában pusztult el ez a vár a kettős királyság idején, hogy a Mohács utáni időszak egy nagyon zűrzavaros időszak volt a magyar történelemben. Perényi Péter, aki a vár utolsó birtokosa volt, többször is pártállást cserélt, hol az egyik, hol a másik király pártjára állt, és a vár ekkor több ostromot is szenvedett, tehát valószínűleg már ekkor elkezdődött a pusztulása, rongálódása, aztán felhagyták ezt az erősséget, megépült a szomszédos pataki vár, ez pedig egyszerűen elvesztette a funkcióját, korszerűtlen volt már a 16. században ez a hegyi vár, és lassú pusztulásnak indult. Több olyan újkori adatunk is van, hogy különböző katonák lőgyakorlatokat tartottak a 19. században a Várhegyen, és ott tulajdonképpen lerombolták szándékosan a még álló falakat, és szép lassan a természet is birtokba vette ezt a területet, benőtte az erdő, a fák nőttek a területen, tehát
így lassan eltűnt minden felszíni nyoma. Nagyjából ezek okozták azt, hogy a feltárás megkezdése előtt már nem volt látható maradványa a várnak. Napjainkban elkezdődött a középkori vár régészeti feltárása, a vár egy geodéziai felmérése. Lépcsősor, falmaradványok, gótikus ülőfülke, reneszánsz kőfaragvány került elő. Nyarán indult meg a régészeti kutatás. Az első évben nem ásató tevékenységet folytattunk, hanem megpróbáltunk különböző műszeres felmérésekkel minden létező információt megszerezni a várról, ami lehetséges. Egy geodéziai felmérést végeztünk, ahol a terepalakulatokból próbáltunk rájönni arra, hogy hol lehetnek a felszín alatt falmaradványok, épületromok, illetve egy geofizikai mérésre is sor került, ami ugyanezt a célt szolgálta. Olyan részén a várnak, ahol szemmel látható ilyen domborzati jelenségek nem voltak, itt tudtuk azonosítani például a várnak a ciszternáját, illetve különböző belső árkokat, sáncokat ezekkel a módszerekkel, és miután ezt elvégeztük és kiértékeltük, egy évvel később, 2008 nyarán fogtunk hozzá az ásatáshoz. Folytatódik-e a feltárás? Látni fogjuk-e, hogy egykor hogy nézett ki a vár? A feltárás mindenképpen folytatódik. Idén 2010-ben is jelentős eredményeket értünk el, és természetesen jövőre is folytatjuk ezt a munkát. A terveink szerint legalább 10 évre van még szükség ahhoz, hogy teljesen fel tudjuk tárni az új helyi várat. Hogy látni fogjuk-e, és hogy milyen formában, arra most még nem tudok válaszolni. Az biztos, hogy ez a vár gyakorlatilag teljesen elpusztult, és a törmelékhalom alatt tulajdonképpen az alaprajzát lehet majd tisztázni, a főbb alaprajzi elrendezését, hogy kerül-e sor valamilyen kiépítésre, rekonstrukcióra, arról még most korai lenne beszélni, de menet közben ez is tisztázódni fog. Minden új helyi számára fontos, hogy minél többet tudjon meg lakóhelye történelméből, minél jobban megismerje épített örökségét. Várállott egykor az új helyi várhegyen. Mindent köve mesél régi időkről, királyokról, nagy tettekről.